Szeretnék mutatni egy olyan kis praktikus dolgot, amihez nem kell megint más, csak egy színes csomagoló papír, és esetleg az apró névkártyákat, de a gyerekeknek az iskolába a diákigazolványt, vagy a TB kártya fénymásolatát, amit mindig magukkal hordanak, betehetjük egy ilyen kis tartóba. Megmutatom. Érdemes mindig ehhez egy picit keményebb alapú papírt választani, mert hogy sok mindennek lesz kitéve, hol a táskába, hol a zsebébe lesz a gyereknek, vagy aki éppen magával hordja. Mindig a fehér oldal legyen fölül, ha szeretnénk, hogy az a minta, az a szín látszódjon, amit kiválasztottunk. Félbehajtjuk a papírt, mindig kinyitjuk a papírt, amikor félbehajtjuk, utána és a új hajtásvonalat megint a teljes oldalon hajtjuk meg, hogy a hajtásvonalak egy irányba kerüljenek. A felező vonalhoz az alsó részt, ezt az egységet felezem, vízszintesen, fölhajtjuk, majd visszanyitom. A bal és a jobb alsó csúcsot pont a középponthoz hajtom, tehát ezt a négyzetet átlósan megfelezem. Jobb oldalon is. Itt is érdemes egy picit hagyni helyet, egy pár milliméter, hogy ne csúszanak nagyon egymásra a rétegek, mert hogy több hajtásvonal fog találkozni egymáson. Jó, a felső réteget ugyanúgy a felező vonalhoz lehajtjuk. A két alsót visszanyitjuk. És ebbe a háromszögbe ezt a csúcsot felezve ismét behajtjuk. Ezt ide, ezt meg ide. Pontosan ahhoz a vízszintes vonalhoz, amit hajtottunk. Az alsó csúcsból indul a papír, itt egy picit óvatosabban, mert elcsúszhat a papír, fogjuk meg szorosan, mintha két csipesz lenne az ujjunk, rögzítsük meg, és így, ebben a formában, ehhez a felező vonalhoz hajtjuk az alsó élet ide. A másik oldalon is, itt fordul a papír, rögzítem a kezembe, hogy ne csúszson el, és ide hajtom. Majd ennek a vonalnak a mentén fölhajtom egészen a felező vonalig. Ezt is, és ezt is. Ha készen vagyok, akkor megfordítom a papírt, és a felező vonalhoz hajtva mindkét szélét párhuzamosan ide hajtjuk. A másik oldalon ugyanígy. Aki már nem téved el a papír oldalai között és lapjai között, picit elfordíthatja, ha így jobban kézre esik. És ezt a formát kapjuk meg. Aztán az alsó csúcsot is fölhajtom, pontosan ehhez a vonalhoz, amíg a papír engedi, ha engedi. Jó. És ezt is megfelezem. Ebbe a kis zsebbe, ami itt alul keletkezett, ebbe belecsúsztatom ezt a pici háromszöget. És félbehajtom, és beleilleszthetjük azokat a kártyákat, amit szeretnénk magunkkal vinni.